Az Aligátor vízilabda utánpótlás sportegyesület új vezetőedzője Gyöngyösi András aktív játékosként 240-szer játszott a magyar vízilabda válogatottban. Pályafutása lezárását követően edzőként a legnagyobb sikereit Debrecenben érte el, ahol szó szerint az alapoktól indulva az első osztályba vezette a hajdúsági együttest. 2009-ben Debrecenbe pont hasonló szituációba érkeztem, csak itt az a különbség, hogy a klub az már nem azon a szinten van, tehát maga az utánpótlás már fel van építve. Igazából itt is ez a terv, hogy csináljunk hosszú távon egy felnőtt első osztályú csapatot, és a legfontosabb az, hogy a helyi tehetségek helyben maradjanak. A Domino Avus korosztályos csapatai határozottan jól szerepelnek a különböző korcsoportos bajnokságokban. A gond azonban az, hogy az IFI gárdából kiöregedő játékosok számára bezárulnak a lehetőségek. Éppen ezért szeretne a Vasi Egylet Gyöngyösi András irányításával egy felnőtt együttest is kialakítani. A vízilabda stabilitása nagyon fontos nekünk itt Szombaton, és hát a munka, ha megfelelően dolgozok, a munka meghozza az eredményt, mint ahogy éveken keresztül eddig is meghozta. Szépen lassan, fokozatosan az egyre előbbre jutottunk az utánpótlás nevelésben. Tehát az OB2-ben szeretnénk elindulni az idejében, tehát azt nem halogathatjuk tovább. A megegyezés szerint Gyöngyösi András július elején kezdi majd el a munkát Szombathelyen. A tervek szerint a szakember a Vasi megyeszékhelyre költözik, hogy minden idejét a klubnak szentelhesse.